Az NB3 keleti csoportjában, a bajnokság 11. fordulójában a TVSE labdarúgó csapata szeptember 27-én hazai pályán 3-1 arányban győzte le a Sajó Bábonyról érkezett együttest. A mérkőzést követően Háda Zoltánt, a TVSE labdarúgóját, a Sajó Bábonyi vezető edzőt Víg Ferencet és Dorcsák Zoltán tiszafüredi asszisztens edzőt kértük meg a találkozó értékelésére. Szia, szia, hello! Itt a vakáció! Elcsábít az éjszaka, szól a zene szó! Nekem az a, az a jó, mikor velem bulizol! Csúcs ez a parti, bomba jó! Csumi, csumi, csumi! Nézd végem, nincs menekvésem, az ámornyila eltaláltam most a szívem. Az eszem mondja, túl veszélyes a csajszí, a szívem mondja és a súgja, hogy ne hagyd ki. A szívem hercegnője leszel még ma éjjel, én a dzsigoló meghódítalak téged. Mondok neked még ma éjjel egy szép bókot, behódolsz nekem és adsz egy forró csokot. Oh mamma mia, szép szenyorita, a sexy lady elcsábít engem. Oh mamma mia, szép szenyorita, a sexy lady elcsábít engem. Oh mamma mia, mamma mia, mamma mamma mia. Oh mamma mia, mamma mia, ay ay ay. Oh mamma mia, mamma mia, mamma mamma mia. Oh mamma mia, mamma mia, ay ay ay. Ha rám néz végem, nincs menekvésem, az ámornyila eltaláltam most a szívem. Az eszem mondja, túl veszélyes a csajszí, a szívem mondja és a súgja, hogy ne hagyd ki. A szívem hercegnője leszel még ma éjjel, én a dzsigoló meghódítalak téged. Mondok neked még ma éjjel egy szép bókot, behódolsz nekem és adsz egy forró csokot. Oh mamma mia, szép szenyorita, a sexy lady elcsábít engem. Oh mamma mia, szép szenyorita, a sexy lady elcsábít engem. Oh mamma mia, mamma mia, mamma mamma mia. Oh mamma mia, mamma mia, ay ay ay.
testedet, ahogy megadja magát most én nekem. Ja! Hallom a léptedet, ahogy az ágyom felé érkezel. Csikere! Várom a mosolyod, és várom azt, hogy velem kacérkod. Kérem! Érzem az illatot, és tudom azt, hogy a vesztemet akarod. Na ki! Rakkos vagy, jól tudom, ha! De a testet megkapom. Csácsé! A macsó én vagyok. Jó, jó, jó! Oh, mamma mia, szép señorita, a sexy lady elcsábít engem. Oh, mamma mia, szép señorita, a sexy lady elcsábít engem. Oh, mamma mia, mamma mia, mamma, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Oh, mamma mia, szép señorita, a sexy lady elcsábít engem. Oh, mamma mia, szép señorita, a sexy lady elcsábít engem. Oh, mamma mia, mamma mia, mamma, mamma mia. Oh, mamma mia, mamma mia, ay, ay, ay. Oh, mamma mia, mamma mia, mamma, mamma mia. Oh, mamma mia. Legközelebb a Portugál hetedik 14 órakor várjuk önöket a Lipcsejáni és Portelepre kupa mérkőzésen. A kupok lesz a Tiszafüred vendéget. A bajnokságban negyedik év a Kisvárom vendéget épít pályára, a Tiszafüred 15 év pedig a Szegléd látogat Tiszafüredre. Várjuk önöket akkor is, sok szeretettel! Hárda Zoltánnal beszélgetünk, 3-1-es hazai győzelmet aratott a Tiszafüred a Sajóbábonyi VS ellen. Hogy látod a mérkőzést? Az első gólban még tevékeny szerepet is vállaltál. Igen, a Barzsó Attilától kaptam egy remek labdát az első gól előtt. Hál' Istennek sikerült lejutnom szélen, és hát Kalmár Feri érkezett. Hál' Istennek sikerült megszerezni a vezetést. Úgy gondolom, hogy jól kezdtük a mérkőzést. Az első fél időben javarészt domináltunk. Aztán a második fél időnek a első felében gyorsan esett két gól. Az egyiket ugye kaptuk, és 3-1-nél volt egy pici kihagyás, de összességében azt gondolom, hogy magabiztos győzelmet arattunk. Hogy látod, mekkora különbség a hazai és az idegenbeli mérkőzések között? Egyébként a Tiszafüred mérlege ugye a várakozásokon felüli, eddig jól teljesít a csapat. Hol jobb játszani egyébként, hazai pályán vagy idegenben is? Mert hiszen a csapat idegenben sem szerepel eddig rosszul. Hát értelemszerűen szerintem hazai pályán mindenképpen jobb játszani, már csak azért is, mert elég sok szurkoló kilátogat a mérkőzésre. Ugye biztatnak minket, van egy külön kis B-közepünk is, aki minden meccsen nagyon lelkes. Én a hazai meccsek mellett teszem le a voksomat, de igen, ahogy mondtad is, hál' Istennek idegenben is tudunk pontokat szerezni, és sikerül ott is javarészt azért jó teljesítmény nyújtanunk elég sokszor. Hazai szempontból 3-1-es, idegenbeli szempontból 1-3-as eredmény született itt a Lipcsei Elemér sporttelepen. Milyen mérkőzésre készültek egyáltalán a találkozó előtt? Hát mindenféleképpen olyan mérkőzésre készültünk, ahol pontot vagy pontokat szerettünk volna szerezni. Természetesen nem lebecsülve ellenfelünket, de most azért a hátralévő mérkőzéseinken olyan ellenfelek következnek, aki ellen van szanszunk a győzelmi esélyünk is, sőt. Igazából az bosszant egy kicsit, hogy a játékosaim nem éreztem az első fél időben azt a tüzet, hogy tényleg minden állam szeretnének nyerni, bár 0-0-nál óriási zicserlabdát hibáztunk, és rá egy fél percre egy védelmi hiba után kaptunk egy elkerülhető gólt. Aztán sajnos a játékosaim olyan lelkiállapotban vannak, ugye 6 forduló óta nyeretlenek vagyunk, hogy kaptunk rá hirtelen még egyet, egy lecsorgó kipattanó labdából. Természetesen nem a mi játékosunk ér oda, hanem az ellenfél játékosa, akinek még van ideje levenni a labdát, lesimítja és berúgja a hosszúba. Bosszantó az ilyen gól, viszont már hétről hétre olyan gólokat kapunk, hogy a játékosaim mindig valaki hibázik. Ezt nem bírja egy olyan csapat, aki ilyen periódusban van, mint mi. Második fél időben úgy jöttünk ki a
pályára, hogy minden mindegy alapon nekünk kell szépíteni. Hát sajnos megint, hogy aki nézők is láthatták, ugye, hogy megint olyan gólt kaptunk, hogy bohózatba illő, tehát nem tudtunk felszabadítani a négyszer is. Flipper volt a 16-oson, és akkor az ellenfél játékos a félfordulatban kilőtte hosszút. Voltak lehetőségei a hazai csapatnak is, viszont nekünk is volt lehetőségünk, ugye 3-1 után azonnal kapufát lőttünk üres kapura, hogyha az bemegy, akkor elképzelhető, hogy sokkal szorosabb a mérkőzés, és lehet, hogy még ki is tudjuk egyenlíteni az állást, viszont a futballban nincs ha, meg volna, hanem azért nagyon-nagyon sokat kellene tenni a játékosoknak hétről hétre. Fogadkozunk, beszélgetünk, hogy tudnánk kijönni a gödörből, de egyelőre nem találtuk meg az ellenszerét. Ki lesz a következő ellenfél, illetve milyen kihívások vannak most a Sajó Bábonyra? Jövő héten vasárnap hazai környezetbe fogadjuk az SBTT csapatát, akiről tudjuk, hogy jó játék előtt képvisel, szintén újonc, mint mi. Igazából kikimérkőzés az is, viszont nekünk, hogyha nem gyűjtünk pontokat, akkor a vezetőink, én úgy gondolom, hogy idő előtt nem be fogják dobni a törők között, de biztos, hogy komoly szankciók lesznek a csapaton belül. Köszönjük szépen, sok sikert! Végül 3-1-es hazai győzelmet adott a Tiszafüred a Sajó Bábony ellen. Mondhatjuk, hogy papírforma győzelem volt? Számunkra nincs, egy újonc csapat számára szerintem nincs papírforma győzelem. Tabella alapján mondhatják ugye annak, hogy papírforma győzelem, de egyáltalán nem számítottunk sima mérkőzésre, és nem is volt ez. Nyilvánvalóan ilyenkor mindkét csapatnak ugye a pontszerzés a célja, ez most a hazai csapatnak sikerült, itthon tartottuk a 3 pontot. Drasztikus különbség volt az első-második félidő között. Első játék részben dominált a Tiszafüred, a másodikban például Háda úgy mondta, hogy volt egy kisebb áramszünet ott a bekapott szépítő gól után. Mi történt a mérkőzésen? Miért volt ilyen nagy a különbség, illetve pont a második félidő derekán mi történt? Egyértelműen az első félidőben jobban játszottuk, uraltuk a játékot. Igaz, volt 0-0 egy nagy helyzetük a Sajó Bábonynak, amit a Bence nagyon szépen védett. Utána én úgy gondolom, hogy megérdemelten szereztük meg a vezetést, mert lehetőségeink voltak, szép támadásokat vezettünk és jól játszottunk. És hogy mi lehetett a második félidő? Hát egyértelmű, ugye aki követi a csapatunkat, az tudja, hogy pénteken szabadultunk a karanténból, meg szombaton. Tehát tartottunk is a mérkőzéstől, hogy vagy frissek leszünk, vagy nem leszünk frissek. Úgy gondolom első félidőben ott még frissek voltunk, jók voltunk, csak azért meglátszott, azért nem mindenki kertesházból, akik van, aki most jött le szombaton a lakótelepről egy hét után, és mindjárt egy NB3-os bajnoki mérkőzést kell játszani. Ez úgy gondolom, hogy megviselte a csapatot, de éppen ezért nagyon büszke vagyok rájuk, és egy nagyon-nagyon fontos, tehát itt papírforma győzelem, egyáltalán nem papírforma győzelem, hanem egy nagyon-nagyon fontos győzelmet arattunk. Nyilvánvalóan, ahogy te is fogalmaztál, ugye meg kell különböztetni a tabella és a csapatok státusza, mondjuk az, hogy újonc csapatok jellegét az alapján, hogy most papírforma mérkőzésről beszélhetünk-e. Arról ejtsekünk kérlek néhány szót, hogy a mérkőzés előtt volt egy adomány átadása a TVS részére. Mi volt ez? Kaptunk az egyháztól egy felajánlást, ugye, mezeket kaptunk, amiben vannak felnőtt mezek, gyerekmezek, melegítők is minden, és ez nagyon jól jön egy klubnak az életében. Ugye a gyerekeket fel tudjuk még szebben öltöztetni, így is azért van már mit rájuk adni, de ez mindig egy nagy öröm, hogyha ilyen támogatást kapunk, és nem beszélve arról, hogy ezek a felszerelések, ezek mind vadonatúj felszerelések, úgyhogy nagyon szépen köszönjük az adományt, és megpróbáljuk jól hasznosítani. Úgy legyen, arról ejtsünk még pár szót, hogy hogyan tovább Tiszafüred. Következő fordulók lesz egy kupamérkőzésünk, Kisvárdára megyünk, újabb hazai mérkőzés, most pár napon belül szintén több mérkőzés kell játszani. Hát először is most kupa, vagyis nem kupa lesz, ugye, hanem hétvégén megyünk majd Kisvárdára, és utána lesz a kupa. Össze kell szedni nagyon magunkat, azt se tudom igazából, hogy, mert azt tudni kell, hogy azért több játékosunkra nem tudtam most számítani, és jövő héten is. Tehát van, aki még karanténban van, konkrétan 5 játékosunk, ők majd még ezután fognak szabadulni, van, aki szerdán, van, aki később, van, akit még nem is tudunk, hogy mikor, úgyhogy nagyon nem lesz egyszerű a hátralévő pár mérkőzést, éppen ezért mondom azt, hogy nagyon fontos ez az eddig megszerzett 19 pont, de természetesen minden meccsre úgy megyünk, hogy próbálunk pontokat szerezni, hál' Istennek ez most sikerült, hát próbáljuk rendezni a sorokat jövő héten. Közben jutott még egy kérdés eszembe, mi a tanulsága az eddigi fordulóknak, az eddigi mérkőzéseknek? 19 pontot gyűjtött össze a Tiszafüred, ez talán még több is, mint amire először számítottak, talán még az optimista szurkolók is.
Mindenféleképp több. Én úgy gondoltam azért, hogy 20-25 ponttal a bajnokság előtt kiegyeztem volna itt a fél szezonban. Most ahhoz képest van 19 pontunk, ugye 11 mérkőzésen, van még 10 meccs, hozzátartozik, hogy nagyon nehéz mérkőzések jönnek még, most játszunk az elejével, de hát erre mondhatom azt, hogy az első helyen volt a Jászberény, mikor megvertük őket, tehát minden mérkőzésre, ami ugye a tanulság, amit kérdeztél, tehát bármilyen mérkőzés nyerhető, és bárhol, bármilyen formában levő csapattól kikaphatunk, lásd a Tiszaújvárosi vereségünket, úgyhogy ez a tanulsága. És ugye a pontok mennyisége, tehát most jól állunk, én úgy gondolom, hogy egy 2-3 mérkőzést meg tudnánk nyerni a hátralevő 10-ből, akkor lehet kicsit savanyúak lennénk, úgyhogy csak 10-ből, hogy már megint kikaptunk, de azért az a 26 pont, 27 pont környéke, azzal azért már elégedett lehetnék. Legalább 10 ilyen mérkőzést köszönjük. Köszönjük.